Mindenki sok szeretettel köszöntök! Ebben a videóban bemutatom röviden a merőleges szányfal szerkesztésének a legfontosabb kulcs lépéseit. Betöltöttem a merőleges szányfalat ábrázoló háromdimenziós hídmodellt amelynek az egyes főbb elemei, komponensei külön rétegen helyezkednek el, így ki tudjuk kapcsolni azokat a részeket, amelyekre nincsen szükségünk. Mivel nekünk most a szányfal szerkesztése a fő feladatunk, ezért a nem szükséges rétegeket első körben kikapcsolom. Ezen a videón fogom bemutatni, hogy mikor mit szerkeztünk, és miért ezen a modellen tudjuk majd megtekinteni. Tehát látszik, hogy megmagad most a hídfőnk a fórián, és most bekapcsolom a szányfal fóriát, meg a szányfal alap fóriát. Ez az. És most már a háromdimenziós modellt körbe tudjuk forgatni, és mielőtt neki kezdenénk a szerkesztésnek, azt kell megértenünk, hogy ugye a hídfő és a híd fő alap az már a konstrukciós rajzumban el van készítve. Ha így beforgatom, akkor jól látható. És ugye a merőleges szányfal a csatlakozó utat a híd szerkezethez... Ö, úgy csatlakoztatja, köti össze, hogy a híd földre helyezkedik el, tehát a haladás irányunkra merőlegesen fogjuk ö, ö, megszerkeszteni, és hát nyilván majd megépíteni. Tehát ha bekapcsolom a szányfal fóriát, és a szányfal alap fóriát, akkor kirajzolódik az a kép, amit nekünk is majd síkba ki kell szerkesztenünk. Ha elforgatjuk a modellt, akkor már is látjuk, hogy miről is van szó, tehát ez a szányfal fogja a csatlakozó útunk rézsüjét megtámasztani, és az egész út szerkezetet a híd szerkezettel összekötni. Jó. Ennyi rövid bevezető után menjünk át a konstrukciós rajza, és kezdjük el a munkát. A keresztmetszetben fogunk először dolgozni, hiszen itt a legkönnyebb elkészíteni a merőleges szányfalnak a főbb méreteit. A fóriák közül kiválasztom most a szányfal fóriát, mert ezen fogok dolgozni, de igazándiból a csatlakozó utunk rézsüjével egybe fog esni a szányfalnak a rézsüje, ezért ezt a vonalat már is áttehetem a szányfal fóriára. Ezután megrajzoljuk a szányfalunknak a hídfőhöz csatlakozó érét. Ugye itt a lemez szélénél megy el, és egészen meghúzzuk a medel fenék szintjéig. Itt láthatóak a szintek a rajzon. Metszéssel levágjuk, méretre igazítjuk. Utána meg fogjuk hosszabbítani ezt a vonalat is. És ugye ezt a két pontot össze is köthetjük. Ez maga a szányfal. A szányfal ugye az alaptesten ö, nyugszik, ezért most azt kell megszerkesztenünk. Ennek a szerkesztéséhez azt kell tudnunk, hogy az alaptest 15 centivel nyúlik túl a szányfal alatt, tehát 1,5 egységgel elmegyünk balra, majd indítunk egy másik 1,5 egységet jobbra, lejövünk, összekötjük a pontokat és a felesleget pedig levágjuk. Levágjuk, annyi, hogy ugye ez nem eddig tart, hanem ezt itt kitöröljük, és meghosszabbítjuk. Így. Most visszamegyünk a háromdimenziós modellre, és akkor beforgatjuk. És akkor szépen itt látható a szányfalunk és a hídfőnk. Jó? Tehát igazándiból ezt a vonalat ide be is húzhatjuk, ami itt van, hogy akkor jobban lássuk a térbeli modell és a síkhajznak a kapcsolatát. Így -ni. Tehát ezt szerkesztettük ki a keresztmetszetbe, itt pedig ugye a térbeli modellben Láthatjuk ugyanezt. Rendben van. Most menjünk vissza a konstrukciós rajza, és a keresztmetszet után menjünk át a hosszmetszetbe, és ugye a hídfünknek a, a hozzákapcsolódó szányfalnak a nézetét kell ö, megrajzolnunk, vagy belevajzolnunk ennek a szerkesztésnek a kulcs mozonata, hogy ki kell szerkesztenünk, hogy meddig fog emelkedni magasságilag a szányfal, elméletileg. Ehhez felhasználjuk ugye az ízsűnek és a csatlakozó utunknak, burkolat szélének a meccéspontját, amit már többször felhasználtunk a fél évben különféle szerkesztési feladatokhoz. Ezt a vonalat kivetítjük a vetítő fóriával. megérkeztünk, kivetítettük ezt a pontot magasságilag, és most a szányfal szerkesztéséhez a hídfő hátfalának és homlokfalának a rézsű vonalát eddig a vetítő vonalig meg kell hosszabbítani. Elérés parancs és hosszabbít. Ezzel megkapjuk a szányfalunknak a magasságát. Rajzoljuk bele a szányfalnak a profilját, átmegyek a szányfal fóriára, vonalparancs, ezt a két pontot, amit kaptunk, összekötünk, összekötöm, levetítem ezeket a meccés pontokat, egészen ugye levetítem a terepszintig, ugye itt van a terepszint, egyszer kétszer, meccéssel méretre igazítom, és összekötöm. Jó, most átugrok a térbeli modellre, és be fogjuk forgatni a modellt, hogy lássuk, amit csinálunk. Jó, tehát ugye ezt a téglalapot szerkesztettük eddig ki, és most ugye ezeket a rézüket kell még hozzáillesztenünk, és vegyük észre, hogy ez a rézsű vonal itt megegyezik a hídfőnk hátfalával, ez a rézsű vonal itt pedig ugye párhuzamos a hídfőnknek a homlokfalával. Tehát az lesz a feladatunk, hogy megfogjuk ezt az egyenest, Ctrl-Shift-C, és ide átszakom. Levágjuk, amire nincs szükségünk, áttesszük a szányfal fóriát. utána pedig jön ő, és áthagyjuk ide, majd megint csak, amire nincs szükségünk, azt levágjuk. Áthakjuk. a szányfal fóriára. Jó, ez megvan. És még egy vonal hiányzik itt, ugye az elősítő köppenynél, ami itt látható, ugye ez, a, ez is egybeesik, ugyanúgy, mint ez itt a, a hídfő homlokfalával. Ugye ha elfogadjuk a modellt, akkor látjuk, hogy ugye itt a, a csatlakozó szányfal ö, és a hídfő, amikor egymáshoz csatlakozik, ott kialakult él ez a vonal, amit ugye mi meg kell itt ö, szerkesztenünk. Ezt is. Ö, ö, párhuzamos szerkesztéssel, vagy hát a vonalak át ö, másolásával tudjuk elvégezni a legkönnyebben. És ha mindent jól csináltunk, akkor ez a grafikus kép, kétdimenziós rajz, ez megegyezik, ugye 3D-s modellben látottakkal. A következő fő szerkesztési feladatunk, hogy a Hosmerzetről áttérünk a felülnézetre, és első lépésként átvetítjük a hídfőnek a főbb vonalait, éleit. Átjövök ide a modellre, felülnézetbe megyünk, jó, és ugye itt van a hídfőnk, és a főbb töréspontjainak az éleit felülnézetben kell először ábrázolnunk, tehát ezzel a résszel foglalkozunk, utána pedig a hozzá kapcsolódó szányfalnak, a vonalait fogjuk kiszerkeszteni. Tehát visszajövünk ide, és a vetítő fóriával átvetítjük a felülnézete a hídfőnek a legfontosabb pontjait. Jó? Én általában az alaptestnek ez a 15-15 centis túlnyúlását nem szoktam vetíteni, az később párhuzamos rajzolással, úgymond keretezéssel szoktam kidolgozni a fő szerkesztési lépések után. Most, hogy a vetítővonalak megvannak, azokat méretre igazítjuk. Ha mindent jól csináltunk, akkor ugye 6 vonalat kell kapnunk, és hogy ebből kirajzolódjon ebből a hat vetítővonalból a hídfőnknek a felülnézete, még ki kell szerkesztenünk a hídfőnknek a szélességét. Na most ugye itt vagyunk keresztmetszetben, a lemezünknek a hossza 5 méter, 50 rajzi egység, tehát a fele 25 rajzi egység, ezért a tengelyt, ami itt látható, párhuzamosan eltorom fölfele 25 hajzi egységgel. És megkaptuk a hítfőknek a felülnézeti szélességét, képét, és most a metszés parancsal a vonalakat méretre igazítom, és átteszek most mindent szerkeszt fóriára, hogy lássuk, hogy mik a végleges vonalai a hídfőnknek a felülnézetének. A következő feladatunk, hogy kiszerkesztjük a szányfalunknak a hosszát. Ö, azt is ide a felülmézetbe ki fogjuk jelölni azt a távolságot. Ugye itt láthatjuk, hogy a lemez szélét befele milyen hosszú. Ha kijelölöm ezt az egyenest, akkor látom, hogy a hossza az 28,3 1425 rajzi egység, tehát ezt a ho ö, hossz értéket kell kijelölnöm a felülnézetbe. Ezt úgy fogjuk csinálni, hogy átvetítjük, fogunk egy ismert pontot, ugye? Itt ezt a pontot, vagy pontokat, amiket mutattam, ezeket összekötjük egy másik ismert ponttal ebbe a nézetbe. Jó? Ugye így forgattuk át, és akkor most jön ez a távolság, amit át kell forgatnunk. Meghúzzuk, rajzolunk ebbe a pontba egy kört. Így. És ugye ennek az egyenesnek olyan nagynak kell lennie, mint ennek a körnek a sugara, és akkor szépen átforgattuk. A távolságot erre a nézete, meghúzom hosszasan ezt az egyenest, hiszen ez egy szerkesztő vetítő vonal. Jó? Tehát átforgattuk a hídfőnknek a szélességét, erre a nézete. Persze, végezhetünk mérést. Én ezt most egy egyenessel megjelölöm. Ugye, méretre vágom akkor elvileg 28,3425 hajzi egység a távolság valóban, tehát helyesen vittük át a távolságot a hídfőnknek a hossz, a tehát helyesen vittük át a szányfalunknak a hosszát. Most átvetítjük a szányfalunknak a szélességét, a felénk néző részének a szélességi értékét a felülnézetre, Megint vetítő vonalat fogunk használni, és itt ezeket a pontokat átvisszük a felülnézetre. Jó, ezt a távolságot fogjuk átvinni erre a nézetre. Amire nincs szükség, azt levágjuk, hogy ne zavarjon, és ugye már is mérete tudjuk igazítani ezeket a vonalakat. Tehát itt szépen megkaptunk egy-egy szányfal elemet. Jó, megrajzolom, megmutatom 3 d modellbe, hogy hol tartunk, tehát ezt a részt szerkesztettük eddig ki, még látszik, hogy vannak hiányokságok, meg ö, 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 olyan elemek, amelyikről még nem beszéltem, de már látható, hogy hová fog kifutni a rajzunk. Ezek után szerkesszük ki a szányfalunknak a hátfalának és homlokfalának a, a felülnézeti képét. Ehhez a következő pontokat kell átvetítenünk az oldalnézetről. Megfogjuk ugye ezt a pontot itt, rávetítjük egyszer ide, utána pedig rávetítjük ezt a pontot itt, így. És ez a két pont, mindjárt megmutatom, amiket kaptunk, az egyik itt, a másik pedig itt, egy-egy karikával megjelölve, megadja ezt az egyenest, ez a, ez a elkeskenyedését a szányfalunknak, ahogyan ugye kinyúl a híd főből. Tehát ezt a két pontot össze is tudjuk kötni. Jó. Tehát itt kaptunk egy meccés pontot, meg itt kaptunk egy meccéspontot. pontot. Jó? Le is lehet ezeket a jelölőket törölni. Egyszer ez volt, ugye 3D-s modellbe őt szerkesztettük ki, ezt a vonalat, és most ezt a vonalat fogjuk kiszerkeszteni, ezt az oldalát a szányfalnak. Hát, jövünk ide, megfogjuk ezt a pontot, hopp, vetítővonalra megyünk inkább, jó, meghúzzuk, egyszer megfogjuk őt, egyszer átvetítettük, és utána pedig ugye az itt kapott meccéspontot, meg az itt lent kapott pontot fogjuk összekötni. Jó, és ezeket a vetítő vonalakat most már ki tudjuk törölni. Jó, ezt is letörlöm, és a hiányzó vonalakat pedig bepótoljuk. Most elkészültünk a szányfalat és a hídfőt alkotó főbb vonalakkal itt a felülnézetbe, így megcsinálhatjuk a keretezést, hogy az nem maradjon el. Párhuzamos húzás 1,5-en. Lekedekítés, sugár nulla, és akkor se hozza a vonalakat az autóked Jó. És akkor itt van egy kérdés, hogy ugye, hogy csináljuk meg. Mert ugye, ha meghosszabbítjuk ezt a vonalat, akkor látszik, hogy nem itt fognak találkozni. Célszerű azt csinálni, hogy itt a távolság az megmaradjon 15-nek, és ezt a pici kis vonalat így erre a pontra ráhúzni, rácsalni. És akkor így megoldani a keretezésnek a kérdését. Itt pedig ugye ezeket össze kell metszeni még, és akkor nagyjából kialakulnak a fő vonalak, megint csak kukancsunk rá a autókedes 3D-s modellre. Most szépen kiszerkeztettük ezeket a kereteket. Jó, a, tehát ugye ez az alaptestnek a szélessége, amin nyugszik a hídfő és a szántyfal egyaránt. Ezeket itt megrajzoltuk. Jó, itt ugye, ha ki akarjuk. Emelni a két szerkezetnek a határát, akkor ezt a vonalat még így be tudom húzni, és ez is ugye, hát bor ez is a szányfalnak még a része. Így, mi. Csak hogy egyértelmű legyen, hogy minek minek a része. Rendben van. Ez egy ö, nagy állomás a szerkesztésbe. Ha eddig eljutottunk, ellenőrizzük le az eddigi munkáinkat, amit elvégeztünk, és most. Ö, mivel kialakult tulajdonképpen a, a, a hídfőnknek az alapjának a szélessége, ezeket a pontokat most vissza kell vetítenünk a hosszmedszetre. Ehhez megint vetítő fóriát fogok használni, és ezeket a pontokat ide szépen vissza fogom vetíteni ez a nézete. Így mi? levágjuk azt, ami nem kell. És tulajdonképpen itt pedig látszódik a szányfalunknak a alapja. Jó, ezt is megmutatom a térbeli modellen. Jó. Tehát ezt a vonalat, meg ezt a vonalat jelöltem be most, vagy hát szerkesztettem ki az autókedbe. Jó, De még visszamegyek a mert lesz ott dolgunk. Visszajövünk ide, és haladunk tovább a szerkesztésen. Nagyítjunk bele a rajzba, és vegyük azt észre itt a Hoszmetszetnél, hogy a kerékhárítónk, ami ugye itt van a keresztmetszeten, és ugye ha az alsó élét, itt most ezt a vonalat ki is törlöm, és ha az alsó élét vetítő vonallal kivetítjük, jó, így. Akkor a kerékhárítónk, ami ugye a lemezen nyugszik, le fogja vágni a hídfőnknek a tetejét. Tehát itt nem lehet ilyen magas a szá szányfalunk. Bocsánatot kérek, nem a hídfőnknek a tetejét, hanem a szányfalunknak a tetejét fogja levágni. Tehát nem lehet ilyen magas. Ezért egy ilyen trapézos képnek kell megjelennie a felülnézetbe. Tehát, hogyha ide jövünk, pontosan ezt fogjuk itt látni, hogy a szányfalunknak a tetejét levágja a kerékhárító, és ezért alakul ki ez a trapézos kép itt felülnézetbe. Ha háromdimenziós modellbe jövünk, akkor itt ezt jobban látjuk, és ha visszakapcsolom a kerékhárítót, akkor pedig még jobban, hiszen egyértelműen látjuk, hogy miért kell ott levágni a szányfalunkat, hiszen a kerékhárítónk levágja a tetejét, hiszen a maga a kerékhárító pedig a lemezen nyugszik, és ezért alakul ki ez a kép, amit nekünk még ki kell szerkesztenünk. A szerkesztés úgy indul, hogy megfogjuk ezt a pontot itt, és levetítjük. Ide. Majd megfogjuk itt fönt ezt a pontot, és levetítjük ide. Egyszer, ez megvan. Jó, most le fogjuk vetíteni a másik két pontot. Egyszer őt, utána pedig őt. Így mi. Mielőtt tovább mennénk, bejelölöm azokat a pontokat, amiket levetítettem, hogy jól látható legyen. Ha legyen ennél azért kicsit kisebb ponttal, egy karikával, hogy jól lehessen látni otthon is, hogy milyen pontokat vetítettünk le. Egyszer itt. Aztán ezt a pontot végül ezt a pontot, tehát ezt a négy pontot vetítettük le, hogy ki tudjuk szerkeszteni a szányfalunk tetejének a levágását, ugye ezt a trapéz képet a felülnézetbe, ugye le kell még mérnünk innen a keresztmetszetből ezt a távolságot itt. Innen az eddig tartó távolságot, hiszen a szányfalunkat ez a magasság fogja lekorlátozni. Tehát át kell vetítenünk ezt a pontot, ami itt van. Tehát jövünk, meghúzzuk az egyenesünket, ahogy szoktuk, fogunk egy kört, a kört ugye lekorlátozzuk korlátozzuk erre a távolságra, utána pedig az egyenest a kör felső kvadráns pontjához igazítjuk távolságilag, tehát látszik hogy a, a távolságot átvittük és utána pedig kivetítem ezt a távolságot és ha megvan akkor már ki tudom szerkeszteni ö, ezt a trapézos képet összekötöm így a pontokat ezt a kettőt utána pedig így följövök, nem most fölülrajzolom a vetítő vonalakat, így mi, és elkészültünk, ki lehet törölni a vetítő vonalakat. Jó, még ezt itt méretre igazítom, ez az, meg itt is, és akkor szépen Kialakult a végleges kép. Ezt a vonalat bent hagyom ellenőrzésképpen, hogy a kerékhárító, amit most fogunk megrajzolni, ahhoz képes jó helyre fog -e esni. Na hát, zárásként pedig ugye a kerékhárítót kell kiszerkesztenünk. Ezt azért innen kitörlöm. És ezzel a módszerrel, amit használtunk előbb, még ezt a két pontot át kell vetítenünk, tehát ezt innen meghúzzuk, rajzolunk egy kört, így mi, utána ezt a pontot ehhez a kvadráns ponthoz igazítjuk, és átvetítjük, itt lesz a kerékhárítónk, most itt végzek egy mérést, ellenőrzés képe, hogy ez a pont, ettől az éltől milyen messze van, 29-25, mindjárt mutatom, hogy itt ez micsoda, ez a távolság itt, tehát most letörlöm, távolság innentől idáig, 29-25, tehát ez a távolság ö, helyes, tehát eddig minden korrektül van kijelölve, tehát ez az él, ami itt van, ez itt elfogadható. Jó? Persze másképpen is ki lehetne alakítani ezt a részét, tehát hogy csak a kerékhárító alatt ö, látszódjon ö, a, a törés, ö, de most ez így jött ki. A résű miatt megyünk tovább, levetítem a kerékhárító másik vonalát, körrel ezt is átfogjuk. vetíteni, így, né? vonalat meghúzzuk, átfendeztük, és már csak egy dolgot kell behúznunk, hogy meddig tart a kerékállító, hát ha megnézzük a modellt, jó, bekapcsoljuk, ugye, a modellen szépen lehet látni, hogy a lemez Széléig tart a kerékhárító, tehát ezt a vonalat kell itt levetítenünk, és ezzel megkapjuk a kerékhárítónak a hosszát. Ez az. Levágjuk ezeket is valakitől felesleges vetítővonalakat, ez se kell. Tehát itt van a kontúr, és még annyi kell, hogy le kell kerekítenem 50 centivel a kerékhárítót, és elkészültünk. Ezt átteszem a kontúr fóriára, hogy szépen lehessen látni. Tehát elkészítettük felülnézetben a hídfő, a szányfal és a kerékhárítónak a felülnézeti képét posztmetszeten a hídfőre berajzoltuk a szányfalnak a képét most hiányzik egy vonal, de ezt pótlom jó és keresztmetszetbe is berajzoltuk a merőleges szányfalat ezzel végeztünk is a főbb szerkezeti elemek szerkesztésével, és a kiküldött mintarajzok és formai instrukciók alapján majd a fél év végén véglegesen el kell készíteni ennek a vasbeton híd szerkezetnek a műszaki rajzát. Ehhez én mindenkinek sok erőt, egészséget kívánok, és köszönöm szépen a figyelmet.